Szóval azért az nagyon nagy érzés, amikor kibontasz egy olyat, amit tudod, hogy megvetted, és tudtad, hogy nem fogod semmire se használni, és most végre kibontottad. És van miért azt mondani a férjednek, hogy na látod, megérte megvenni. Képzeld el, Vece, hogy téged megelőzött a híred. Én már előre azt hallottam, sőt, hogy már annak a tudásnak vagyok a birtokában, hogy te valami nagyon durván jól sminkelsz. Hát köszönöm szépen. Ez beszélik a városban. Hogy nem fogok csalódást okozni. Ez a legrosszabb, hogyha az emberek kapcsolatban nagyon nagyok az elvárások, akkor utána mindig nagyobbat lehet lefele bukni, de hát majd meglátjuk. Mindenesetre tényleg naturálisan jöttem. Hát most, hogyha otthon ül valaki és megnézi, persze, akkor nem azt akarja látni, hogy ide ülök, hogy én így nézek is mindig, amikor nem is így nézek ki. De majd le is veszem a szemüvegemet, mert vállalom anélkül is, hogy így nézek ki. Csak ugyebár vaktyúk vagyok, és csatót sem hoztam. Úgyhogy így szoktam kinézni reggel, de irtozatosan karikások a szemeim, például nagyon hajlamos vagyok rá, úgyhogy azzal szoktam kezdeni, hogy gyorsan, ahogy kikelk az ágyból, akkor rohanok, és a szemem alatt azért egy kicsit bekenegetem. Igen, hogy azért az mégse rémüljön meg a gyerek, hogyha reggel fel kell, hogy anyával mi történt. De ez egy olyan tudás, amire azért tettél szert, mert hogy színpadi ember vagy, és mert énekelsz, vagy pedig azért, mert egyszerűen ez mondjuk kislánykorod óta érdekelt? Kislánykorom óta érdekelt, meg úgy alapvetően mérleg vagyok, tehát az esztétikus dolgok, meg az esztétika úgymond engem vonz eleve, de azért nagyon sokat vettem fel a profiktól. Tehát tényleg azért, ha az ember állandóan profiknak a székében ül, és úgy sminkelnek, akkor egyszer csak észreveszed, és mindenkitől egy kicsit mást veszel el. Úgyhogy igen, és most már azóta egyébként leginkább magamat szeretem sminkelni. A fellépésekre akkor ezek szerint mindig magad készíted a sminket? Igen, hát ez nagyon-nagyon glamúrosan hangzana, hogyha mindig jön valaki, és minden fellépésre kisminkel. Hát ez... De viszont ez anyagilag se lehetne, azt hiszem, bírható egy idő után, meg hogy szerintem ezt azért meg kell tanulni. Tehát ez maximum Jennifer Lopeznek oké, de azért itt Magyarországon belül, kis hazánkon belül azért szerintem ki tudjuk magunkat sminkelni, és meg tudjuk tanulni ezt olyan szinten. Úgyhogy azzal szoktam kezdeni egy kicsit a szemem alatt megcsinálom. Beszéljünk akkor arról, hogy hogyan kezdődik a nap a szépségápolásodban. Egyáltalán van-e a bőrápolásnak valami rituálé a reggel? Hát, mivel idén leszek 30, ezért én már 5 évvel ezelőtt elkezdtem erre. Erre készen, de szerintem egyébként tényleg muszáj. Tehát én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy 50 évesen vállalhatóan nézhess ki, vagy legalábbis magad számára, tehát amit te úgy el tudsz fogadni, ahhoz el kell kezdeni ezt 25 évesen. Tehát nekem, én minden este használok szemránckrémet, bőrömet nagyon letisztítom, főleg hát, hogy ebben nagyon sok sminket kell, hogy használjak, így mindig szépen lepucolom a bőrömet, pakolást is teszek fel, legalább azért heti 2-3-szor biztosan, tehát az mindig megvan. Meg én vegán vagyok, és vegán termékeket is igyekszem használni. Az egyetlen, amiben engedek magamnak, az a smink. Mert egyszerűen hiába próbáltam ki nagyon sok olyan bio meg vegán terméket, sajnos egyszerűen a sminkben nem működött, de arckrémben például tökéletesen működik. A sminkben azért nem működött, mert például nem fed az alapozó? Mondjuk nem találtál olyan vegán alapozót, ami rendesen fedett volna, vagy olyan vegán szemfestéket, ami pigmentált lenne? Pontosan ez a probléma, hogy hiába kenem be a 100. réteget is, nem bírja el, mert nekem alapvetően gyerekkori ekcémám volt, meg voltak ilyen kisebb bőr problémáim, és hát sajnos egyszerűen olyan termék kell hozzá, amiben van valami egyéb anyag is, amiről lehet, hogy jobb, hogyha nem tudok, de arra mindig odafigyelek, hogy ne állatokon tesztelt legyen akkor is. A vegánságod az mikor kezdődött? Hát jó pár évvel ezelőtt én elkezdtem már ezzel a tudatos húsfogyasztással foglalkozni, hogy csak főleg amikor a kislányom megszületett, és ugyebár elkezdtük már a mellétáplálást, hogy nem akartam neki ilyen dobozos, meg mindenféle hormonokat ellévő húst adni, és akkor úgy elkezdtem keresni a helyeket, ahonnan be lehet úgy szerezni, hogy akkor tényleg bio, meg olyan, ahol az állatnak is jó sora volt, és igazából ezzel kezdődött, és ez szépen lassan átalakult abba, hogy egyáltalán nem akartam már semmilyen olyan dolgot fogyasztani, amiben valamilyen állatnak kellett szenvednie. Most ez szerintem csak az anyukaság kérdezi tőlem, hogy de egyébként nem tartozik ide, de egy gyerek kap húst? Igen. Tehát ő eszik húst? Igen, mert abban viszont én nagyon hiszek, hogy egy kisgyereknek
te nem mondhatod meg, nem határozhatod meg az ő életét. Én bevallom őszintén, abban is hiszek, hogy vallásban sem, meg semmiben sem. Tehát ő egy tiszta lap, egy teljesen friss kis élet, akinek majd meg lesz a maga kis identitása, és azt majd neki kell eldöntenie, hogy ő mit szeretne, mi felé szeretne menni. Ő már látja meg, mondja néha, hogy én vegán vagyok, tehát ő mond már ilyeneket, mert ezeket látja tőlem, a nővéremtől is. Nyilván, tehát a családnak van egy ilyen beállítottsága, de én nagyon figyelek arra, hogy ő még nem. Meg hogy azért nagyon sok helyen írják azt, hogy az agynak a fejlődéséhez ilyen kiskorban még szüksége van az állati fehérjére, úgyhogy én ezt tiszteletben tartva meghagyom neki, hogy majd eldöntse, amikor annyi idős lesz. Egyébként te fedeztél fel valami változást például a bőrödön, onnantól kezdve, hogy vegán lettél, vagy egyáltalán azt mondják, hogy aki vegán lesz, az nem érzi utána annyira fáradtnak magát, sokkal frissebb, sokkal kevesebb idő alatt kipiheni magát, mondjuk egy éjszaka alatt, hogy ezeket te érzékelted? Igen, ebben van igazság. És többek között egy picit én rá is kényszerültem tényleg a bőröm egészsége miatt. Nekem van egy autoimmun betegségem, amit viszek már sok-sok éve, és nekem a bőrömön jött ki először kis foltokban, gluténra lettem érzékeny, laktózra lettem érzékeny, nagyon sok mindenre, és egyszer csak én úgy éreztem, hogy ha már én eleve ennyire szeretem az állatokat, eleve nem is fogyaszthatok már sajtot, tejet, semmi ilyesmit, akkor ez már annyira közel van egymáshoz, hogy ez már egy nagyon kicsi lépés. Felnőttként jött ki az autoimmun betegséged? Igen. Én a stresszt sajnos nem jól viseltem nagyon sokáig, és valószínűleg ez így jött ki. Én rajtam, de hát ezzel együtt kell élni, sajnos el kell fogadni, hogy ez ilyen. Tehát ha valaki nem tudja kezelni, mindenkinek másba jön ki egyébként sajnos. Közben elkezdek egy ilyen kis vékony alapozót felrakni. Rendben jött egyébként a bőröd teljesen? Hát én azt gondolom, hogy nagyjából igen. Tehát még mindig az, hogyha bármi olyat fogyasztok, ami csak kicsi is van véletlenül, és nem veszem észre, akkor de látom a jeleit. Ennyire tetten éred? Tehát, hogy ennyire közvetlenül nagyon hat? Nagyon, mert majdnem, hogy ilyen pikkelysömörszerű tüneteket tud produkálni egy fél nap alatt. És ahogy visszaállsz a normális táplálkozásra, akkor egy hét után ez azonnal enyhül és eltűnik. Tehát ennek vannak igen jelei. És nehéz is, és tényleg én mondom is azoknak, akik esetleg hasonló dologgal küzdenek, hogy meg lehet egyébként találni a varázskenőcsöket is, mert ez is nekem sok éven betelt, tehát rengeteg bőrgyógyász, senkinek eszébe nem jutott, hogy esetleg ez lehet a probléma. Mondták, hogy ekcéma, mondták, hogy pikkelysöm, mindent mondtak. És akkor egyszer csak én azt mondtam, hogy jó, akkor megpróbálom ezt a glutén dolgot, mert az egyik barátnőm édesanyjánál ez volt. És akkor bejött, és végül egy krémet is találtam, ami egy nagyon vicces dolog. Egy ilyen ezoterikus üzletben találtam egy Yin-Yang nevezetű krémet, ami nem tudom, de teljesen természetes alapú. Yin-Yang nevezetű krémet? Igen, kérlek szépen, ez lett az én varázskenőcsöm, és azóta is ez. Ez felkened, és azonnal. Én nem tudom. Figyelj, növények vannak benne, tehát teljesen természetes alapú cucc, de nagyon jól működik. Tehát tényleg azt mondom, hogy ha valakinek ilyen probléma, nyugodtan írjon nekem, ez nem reklám, esküszöm, tehát ezért nem kapok pénzt, csak tudom azt, hogy milyen ezzel küzdeni éveken keresztül, és nyugodtan lehet nekem írni, remek tippeket tudok adni. De ez azért, mert már végső, nyugtass meg, hogy már végső elkeseredésedben mentél. Végső elkeseredés, persze. Hát az, amikor már mondjuk 2-3 éve küzdesz egy ilyen problémával, főleg úgy, hogy színpadi emberként. Hát színpadi emberként akkor is meg kell jelenni azért valahogy. Mert most nyilván most a férjemet az, hogy most van rajtam egy-két ilyen kis pötty, nyilván nem érdekli, de engem zavart, nekem éreztem, hogy a jelenlétemet zavarja már a színpadon ez. És akkor azt mondtam, hogy ezzel valamit kezdeni kell. A smink az nem zavarta a bőrödet ebben az időszakban? Mert az arcomon nem jött ki. Ez volt a nagyon nagy szerencsém. Az arcodon nem jött ki egyáltalán? Nem, az arcomon nem. Tehát az inkább csak így megváltozott, mert száraz bőrű voltam, és akkor most kombinált lett egyszer csak ennek köszönhetően. Tehát változott. Uh-huh. Viszont igen, tehát az arcomon hála Istennek nem jött ki. Azt kellett volna még szerintem, akkor kardomba dőlök valószínűleg. Tehát azért ez nehéz. Ez nehéz ezt azért végigcsinálni, főleg egy nőnek. És akkor ezt egy férfi nem érti. Tehát a férjem, hogy miről beszélsz, hát én nem látom. És nem látod, hát feltétlenül dalmata lettem konkrétan egy fél év alatt. Neki nem tűnt fel. De édesem, de hát ez a lényeg egyébként. Amíg ő így gondolja, az egy szuper dolog, csak ha te nem érzed jól magadat a bőrödben, akkor azért az már probléma. És a Yin-Yangon kívül, Yin-Yang varázskrémen kívül mi az, ami mondjuk így a napi bőrápolási rutinom? Hát Yin-Yang este is, reggel is? Nem, a Yin-Yang az most már csak a vészhelyzetekben kerül elő, tehát most már beraktam őt egy ilyen jó helyre, ahol kell, akkor elő tudom azért kapni, tehát mindig van nálam, de
De hála Istennek a nap szinten nem meg kell. Hát az arcodra nem is... Nem, hála jó Istennek, nem. De hála Istennek sose kellett. Úgyhogy inkább ezek a vegán krémek, amiket én az arcomra használok. Reggel van nyilván egy nappali krém, egy ezek algás. Ezek jól működnek, ezek a vegán krémek neked? Igen, szerintem igen. Nekem a samponok is jól működnek. Tehát a hajammal is küzdöttem, hogy mindig 6000 dolgot ráfújtam, rákentem, hogy úgy álljon. És most már simán ki tudom magamnak, ezt most magamnak szárítottam ki. Úgyhogy nincs rajta semmi. Tehát, hogy csak vegán samponnal mostanában. De nagyon szép, fényes, meg nagyon erős. De gondolom, igen, hogy neked mindig azért erős a hajad lehetett. Alapvetően azt gondolom, hogy erős a hajam, de biztos, hogy hozzátesz, szerintem. Tehát az, hogy olyan termékeket használsz, amiben nincsen semmi felesleges dolog, az meglátszik. Tehát egy idő után látszik. Az elején fura, és nehéz átszokni szerintem. De az, aki hosszú távon ezt beépíti a mindennapjaiba, szerintem az látja ezeknek a hatását, pozitív hatását. Mi az, ami mondjuk elengedhetetlen ahhoz, hogy folyamatosan jó állapotban legyen a bőröd? Vannak-e olyan, nem tudom, trükkök, mondtad, hogy heti kétszer maszkot használsz mondjuk, de hogy van-e bármi, ami radírozás, hámlasztás, kozmetika, varázskezelés, ami ahhoz kell, hogy mondjuk mindig színpadképes legyen, vagy olyan legyen, ami ennek te szereted? Én ilyen csináld magad lány vagyok alapvetően, tehát nem járok állandóan kozmetikushoz, meg varázskezelésekre, hanem nagyanyáim módszereit. Tehát én képes vagyok magamnak keverni otthon bőrradírt cukorból, meg illóolajokból, tehát én ezeket... Tényleg? Igen, és tökre működnek. És felesleges szerintem szétvásárolni az ember magán, tehát szétvásárolod magad olyan dolgokkal, amiket egyébként magad is el tudsz készíteni, és lehet, hogy még hasznosabb is. Azt az egyik barátnőmtől tanultam az élesztő pakolást, simán csak élesztő víz, az is nagyon szépé teszi a bőrt. Tehát tök sok minden van, úgyhogy szerintem a szépség az nem csak pénzkérdése, és ezt nem azért mondom, mert annyira nagyon rosszul megy a biznisz, hogy nyilván ne tudnék venni, hanem azért, mert szerintem egy csomó olyan ember van, akinek otthon hétköznapi életet él, vagy kevesebb a fizetése, és azt gondolja, hogy nem lehet ezeket, nem lehet az ember szép csak akkor, ha van pénzed. Ha figyelsz rá, akkor ezeket is tökre jól lehet hasznosítani, és szerintem tökre működnek a hétköznapokban. Kislánykorod óta ennyire érdekelt ez? Mert azért látom, hogy foglalkozol vele, meg azért vannak saját kis trükkjeid, meg kevergetsz, kavargatsz otthon, kocsvasztasz te is. Nagyon elvarázsolt kislány voltam. Tudod, a kislányok is szeretik így az anyukájuknak a... Szeretik, de anya nagyon nem volt ilyen. Tehát anyukám művészember, iparművész, nagyon elvont figura, tehát nem e világi lény. És ő nem volt az a tipikus ilyen nagyon csajoskodó csaj, akinek otthon nem tudom hány smink lesz. Ő inkább a festékeket gyűjtötte meg, a ceruzákat, tehát neki az sokkal többet ér. És ezt annyira nem tőle láttuk. A nagymamámban inkább megvolt ez a hajlam, de nekem is inkább később kezdett el ez így azért nagyon erősen előjönni, amikor azt mondtam, hogy na most már tényleg úgy, hogy színpadon vagyok, énekelek, akkor így ezzel elkezdek foglalkozni. De hogy kiskoromban szerintem engem jobban érdekelt a játék, meg nem tudom, Harry Pottert olvastam meg, tehát hogy én inkább ilyen, úgy megvolt a magam kis világa, és úgy kamaszkoromban kezdett el jobban kinyílni ez a dolog. És amikor már lehetett sejteni, hogy többen is foglak nézni, hogy színpadon fogsz élni? Hát onnantól kezdve kénytelen voltam ezzel a dolgokkal foglalkozni, ha kell, ha nem. Kényszer volt, hogy kénytelen voltam? Nem, egyáltalán nem, tényleg szeretem. Tehát ez nyilván látszik is, hogy azért szeretem, meg azért elég sok kis cuccom van, meg minden. Igen, de beadtad a helyszínt. Próbálom megtalálni az egészséges középutat azért ebben is. Szóval a mai világ amúgy is arról szól, ugyebár eleve a social médiának köszönhetően, hogy minden a külsőségekről, minden, amit mit kommunikálsz kifele, hogyan nézel ki, és ha azt reklámozod, hogy te is csak ezzel foglalkozol, akkor ha nem így van, akkor is az emberek már csak ezt veszik le belőle. És engem nem az érdekel, hogy mit gondolnak rólam, hanem az, hogy mi az, amit én adok tovább mondjuk az én rajongóimnak. Mert mondjuk nekem van olyan fiatal kis rajongóm a közönségben, aki 10 éve kvázi nyomon követek, és még most 20 éves. Tehát 10 éves volt, amikor elkezdett engem szeretni. És ha én csak kis felnőtt, vagy hát már felnőtt. Igen, és van olyan, akinél tudom, hogy azt mondta, hogy hát figyelj, az első könyvet azt azért vettem a kezembe, mert azt mondtad, hogy te olvasol. És hogy ezek tök nagy dolgok. És szerintem ebbe is az embernek felelősségteljesnek kell lennie, hogyha kiállsz az emberek elé, akkor ember vagy, és nyilván mindannyian követünk el hibákat, meg vannak nehézségek az életünkben, de ha mégis fontos dolgokra próbálod adott pillanatban felhívni a figyelmet,
akkor sokkal többet teszel az emberiségért is, meg a saját magad mikro környezetéért is. Tudom, hogy ezek ilyen nagy szavaknak hangzanak nem, egyébként, nagyon nehéz de... megállni azt, hogy ne elszippantsa be az embert az, ami mondjuk körülötte van. Nagy sminkeket is tudsz csinálni? Tehát igen. Például, hogyha mondjuk van egy, nem tudom, egy olyan esemény, ami, ahol valami nagyon látványos cucc kell, mondjuk egy gála, nagy tusos, füstös, akkor azt is simán megcsinálod magadnak? Azt is simán megcsinálom, de akkor őszintén szóval nagyító tükröt használok, és sokkal közelebb van, mert ugye nagyon rosszul látok, és most így nagyon nézettem. Azért, hogy egy kicsit félre sikerült lesz a smink, akkor ezért mindenkit elnézést kérek, ez azért, mert nem látok, tehát próbálom én is ezt a hátrányot behozni, de igen, el szoktam azokat is készíteni magam. Figyelj, csinálok egy sminket, és majd megnézem. Megcsinálom azt, amit szoktam. Mert egyébként az igazság, hogy az is hozzátartozik, hogy mondjuk ilyen nagy füstös szemeket azért csak egyrészt, mert tényleg szörnyen állt. Akkor ne csinálj, 70 évet öregszem tőle. Jó, a másik meg az, hogy bár a színpadon is én egy viszonylag ilyen kicsit naturálisabb, legalábbis ez a csalóka naturális sminket szoktam. Csalóka naturális? Csalóka naturális, igen, tehát azért ez nem igazi. Az nem hoztam igazából is, natura. Nem is jöttem, igen, nem igen, is. valahogy úgy. Most megcsom a szemöldökömet, mert az a fontosabb kérdés. Igen? Igen, a szemöldök azért szerintem az nagyon na, kell. Na, mutasd! De az kell nekem a tükör is, nem baj. Tehát ezt sajnos anélkül nem fog menni. Most először ki szoktam fésülgetni. Van egy ilyen alap. Ez világosabb, mint a te eredeti. Igen, egy kicsivel világosabb. Színed. Igen. Mert szerintem összességében szebb mindig egy picit, hogyha világosabbat tesz fel az ember. És az összhatás szerintem természetesen. Szép formája lett nagyon. És akkor még át szoktam húzni ezzel. Csak ez csak ilyen sima átlátszó. Megmaradja, mert nagyon rakoncátlan a szemöldököm. Olyan szeret úgy lefele indulni inkább. Én meg szeretem, hogyha inkább ilyen gárvölgyi járásosan. Felfele van a vége, tehát azért ez mégiscsak mennyire elegánsabb, nem? Aha. És akkor utána ugyanezt az alapot felszoktam tenni a szemhéjamra is. Pont ugyanazt a szint, ami a szemöldököt színe? Hát az csak egy alap, és majd arra ráteszem a többit. Ez segít abban, hogy... Tehát akkor ezt így primerként használod? Ez kvázi egyébként az is. Mindig magamnak is megcsinálom, de egyébként sokat csinálok barátnőknek. Esküvőre is csinált, én saját esküvő is minket, hogy én csináltam. Tényleg. Arra se hittem, mert persze, hát ugye a hajamra mondtam, hogy jó, arra azért ezen alkalomból legyen már, érezzem már egy kicsit mennyasszonynak, mert nem voltam egy klasszik mennyasszony. Nem készültünk túl sokat erre az esküvőre, hogy őszinte legyek. De sminkemet azt elkészítettem magam, és hát az pont egy ilyen kis tusvonalas volt. De akkor ezek szerint másokat is sminkelsz. Igen, azt jobban szeretem. Nekem van egy ilyen kreatív vénám, és most kezdtem el rajzolni is. Aha. Nagyon érdekel. És szeretném ezt a részét kihasználni. És akkor utána elkezdek mindenféle barnákkal. Azt látom, hogy földszínek vannak, nagyon sok a barna, meg ezek a padlizsán árnyalatok. Igen. A padlizsának a sok-sok árnyalata. De nekem ezek állnak jobban igazából, de másnak csinálok másmiért is. Gondolom azért otthon ennél jóval nagyobb az arzenál. Hát vállalhatatlanul sok cuccom van. Tényleg? Vállalhatatlanul sok, tényleg, tehát szánalmas. Annyira sok cuccom van otthon, hogy most már, tehát hogy úgy jártam régen fellépni, hogy a teljes. Szánalmas. De tényleg, tehát egy ekkora hatalmas nagy bőröndel jártam, és akkor eljutottunk arra a szintre, hogy azt mondtam, hogy tehát le kell, hogy redukáljam így az asztalit viszek magammal, mert hogy úgyse használom fel, csak én mindig szerettem, ha van még ilyen csillám, olyan csillám, de hát közben felesleges. Tehát, hogy oké, hogyha éppen Levendula fesztiválra mentünk fellépni, akkor felraktam egy kis Levendula lila kis csillámat, és akkor én örültem, neki senki észre nem vett, tehát nyilván csak én tudtam róla. De hogy így mondom, ez, hogy ezt minden egyes alkalom elvigyem magam, és ott nyomorogunk kocsiban azért, mert én ugye nekem muszáj egy ekkora bőröndöt magammal vinni, hát erről letettem. De otthon van egy ilyen szettem, és nagyon élvezem, és azért is szeretek másokat sminkelni, hogyha van olyan smink, amit végre elővehetek, és akkor azt én végre most hasznosíthatom, és eljön ennek is a pillanata, szóval azért az nagyon nagy érzés, amikor kibontasz egy olyat, amit tudod, hogy megvetted, és tudod, hogy nem fogod semmire sem használni, és most végre kibontottad. És van miért azt mondani a férjednek, hogy na látod, megérte megvenni. Belülre meg a highlighterből szoktam tenni még egy kicsit, meg a szemöldök alá.
És akkor van még csillámon, amit előveszek, hogy akkor már tegyünk rá egy kis csillámot is. Milyen szép csillámot raksz? Ez ilyen kis, aranyos, barnás. Aha. Barnás, zöldes, irizálós? Igen, ilyen mindenes. Aha. Az alsó pillákat csak alig szoktam. Mert például egy fellépésen, hogyha izzadsz, és azért én aztán énekelek, ahogy valamik csövön kifér, akkor az az első, amitől azonnal panda szemed lesz, csak ott próbálom magamat megúlni. Majdnem mindig feketében vagy, ezt is mondtad, hogy szinte csak fekete ruháid vannak, hogy ehhez viszont tök jók ezek a zöldes bordók, meg az, hogy egy kicsit így megszínezi az arcodat. Igen. Én ezeket szeretem. Nyilván azért nagyon nagy divat lett a Kardashianek óta, mindannyian tudjuk, hogy az mindenki próbálja az arcát vékonyabbra, mindenhova, mindenféle vonalakat húz fehérre, feketére. Hát ebből én sem maradtam ki természetesen. Én annyit szoktam, hogy van ezzel kis finom barnával szoktam az orromnak húzni egy kis vonalacskát. És akkor ez keskenyíti? Hát igen, kiemeli elvileg az orrnak a vonalát, mert az egyiket meg szoktam csinálni, a másik pedig, amit szintén így az orrommal, hogy én szeplős vagyok. És ugyebár, ahogy lekeni az ember alapozóval, akkor ezek a szeplők azért így eltűnnek. Ez van a szeplőfélced? Igen. Ez egy barna tus? Hát igen, szerintem ez leginkább egyébként szemöldök formálásra szokták használni, de arra alkalmatlan amúgy. Tehát ez szerintem csak is erre jó. És akkor erre én nagyon kis rendezetlenül szoktam tenni a kis szeplőcskéket így. Nagyjából így idáig. Kávé, hogy róla, hogy ne úgy tűnjön, mintha mit a szereket akarnék felfesteni magamnak. Hát ez ízlés kérdése. Én szeretem-e valaki pont, hogy eltakarni akarja őket, és nem szeretem. Ne, de szeplő nagyon menő. De szerintem én szeretem. Hát ezt csak így minimálban, hát van, amikor jobban bedurvulok, de most így közönség előtt azért mégse. De nézed is, hogy mik egyébként a legújabb smink cuccok, meg smink márkák, meg mik az újdonságok, és rendeled, megveszed? Figyelgetem, de pont tényleg nem akarok mindent tényleg így arra fogni, hogy mérleg vagyok, de szerintem vannak olyan típusok, akik jobban ragaszkodnak így a már bevált dolgokhoz, és nagyon nehezen váltok. Tehát, hogy például alapozóból is nem olyan rég váltottam, és előtte szerintem 7 évig ugyanazt a márkát használtam, és nem is voltam hajlandó semmilyen szinten sem váltani. Tehát, hogy így rúzsokba, ilyesmikbe szívesen, meg még esetleg szemfestékekbe, de még abba se annyira, de úgy alapvetően megvan az, amit úgy szeretek, és azokat újítgatom inkább csak, és mindig veszek, hogyha elfogy. Férjem olyan aranyos, hogy mindig azt mondja, hogy összeálltam, nem csináltam semmit. Hát nem viccelsz. Na, hát valahogy ilyen nekem mondjuk egy ilyen naturálisabb. Ez kb. Egyébként mennyi idő, hogyha reggel csak beállsz a tükör elé, és ezt magadnak megcsinálod, úgyhogy nem kell közbe beszélned, meg nem kell semmire figyelni? Hát akkor azért megcsinálom, hogy itt 10 perc, 4 óra alatt azért ezt fel tudom dobni. Lehet, hogy még annyi se. Tehát, hogy azért megszoktam azt is, de hogy kocsiba sminkelek nagyon sokszor, ugye bár. Tehát menet közben, kocsiba, tehát hogy ez. Meg hát nyilván más, igen, mert hogyha az ember kamerák előtt van, meg remek a között jobban izgulsz, hogy most ez hogy fog kinézni, hogy... Tehát, hogy így jobban benned van ez, de azért, ha azt otthon kell, akkor azért hamarabb összedobom. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, illetve kommenteljetek, hogyha van bármilyen hozzáfűzni valótok, de a legfontosabb az, hogy iratkozzatok fel.